Munkások dolgoznak a Szalajka völgy bejáratánál Szilvásváradon. Itt épül az új lovas és szabadidőközpont. A kivitelezés tavaly novemberben kezdődött, és jelenleg az első ütem végénél tart. Ezek a boxok a lovas turizmus szolgálják majd, de a Fedeles lovardában egy új melegítő pálya és egy 700 néző befogadására alkalmas a versenyaréna is helyet kapott. Három ütemre osztódik a teljes megvalósítás. Első ütemben egy Fedeles lovarda komplexum készül, második ütemben a felvonulási terület, itt melegítőpálya, mobilbox sátrak, illetve kamionparkoló készül, majd pedig a harmadik ütemben maga a nagy lovas pálya a melegítőpályával, illetve a kiszolgáló létesítményekkel együtt. A versenypályán most még csak építőanyagok és földkupacok láthatók, a munkálatok végén azonban egy modern, nemzetközi versenyek lebonyolítására alkalmas létesítmény várja majd a versenyzőket. Egy lovacska, csekélyebb gödörből került elő, több társával együtt. Addig azonban még sok teendő van, a terület egy része régészeti feltárás alatt áll. Több kőszerszám, csontfésű, és ez a ló is a helyszínről került elő, amely nagyon gazdag leletekben. 60-as évektől, sőt korábbról is ismerjük itt, hogy van egy lelőhely. A neolitikumból, a vaskorból és a császárkorból kerültek elő eddig leletek. A jelenlegi feltárás ugye május közepén kezdődött, majdnem 10.000 négyzetméteren folyik a kutatás. A 6,2 milliárd forintos beruházás nem véletlenül került Szilvásváradra. Évtizedekkel ezelőtt itt talált otthonra a híres lipicai ménes, amelynek napjainkban 260 tagja él a település domboldalain. A lovakat október 21-én a Fedeles lovarda megnyitóján láthatja a közönség.